Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a Gamer csatornámon. Folytatjuk a visszaszámlálást. Elérkeztünk a 2010-es évbe. Itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy tudom, hogy a Red Dead Redemption is 2010-ben jött ki. Tudom. Azért nincs fent a listán, mert erről külön csináltam már egy videót, a Red Dead játékok története. Szóval ott van. Tudom. Oké. Okay. Nagyon szeretitek a videókat, én ezért nagyon hálás vagyok, és ahogy szoktam volt mondani, kérlek mindenképpen hagyjál itt egy hozzászólást, hogy szerinted mi volt ebben az évben a legjobb játék, és akkor most öveket becsatolni, csapódik a DeLorean ajtaja, és indulunk 2010-be. Az IE folytatta a kor egyik legjobb science fiction sorozatát, a mezefektet. A grafika, az animációk, a csapattagok életszerűsége, az irányítás, a harcrendszer mindenre rátettek egy lapáttal. A játék elején Shepard kapitány hajóját támadás éri, majd halottnak nyilvánítják. A régi csapat pedig szétszéled az univerzum forgatagában. Két év után azonban visszatérünk. A Cerberus vállalat ránk talált, majd őrületes pénzek árán visszahoztak minket a halálból. Természetesen nem baráti szeretetből hoztak minket vissza az élők sorába. Ki kell derítenünk, hogyan tűnnek el komplett földi kolóniák mindenféle harc nélkül. Az érdekessége ezeknek a támadásoknak, hogy csak és kizárólag emberek tűnnek el, senki más. Fantasztikus újításnak számított a Mass 1 egyes mentésünk folytatása. Ha rendelkeztünk az előző játék szépfájlával, az ott hozott döntéseink, történések folytatódnak az új epizódban. Remek volt régi ismerősökkel találkozni, akik felismernek minket és segítették az új történet szálainak felderítését. Továbbra is fontos a legénység lojalitása. A küldetések után nagyon ajánlott, hogy beszélgessünk velük, megoldjuk a bajaikat hiszen ez nagyban befolyásolja a végkimenetelt. Tíz fővel jutunk el a játék végéhez. Mire ezt a szintet elérjük, szinte már barátoknak, sőt, mi több családunknak tekintjük a bajtársakat. Ez nagyon megnehezíti majd a dolgunkat. Nagyon szerettem a második részt, mind közül talán ez volt a kedvencem. Csak ajánlani tudom a Legendary Edition beszerzését, amit megtaláltok a Game pass 2010-ben egy Xbox exkluzív nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Lehetett szeretni vagy utálni, az ellenvék érdekes színfoltja volt az évnek. Főhősünk egy sikeres író, akinek alkotói válságja és inszomniája van. Ha végre le tudja hunni a szemét egy kicsit, akkor meg rémálmok gyötrik. Feleségével Elízzel Bright Fallsba utazik, hát ha távol a városi zajtól új erőre kap. A dolgok viszonylag gyorsan rosszra fordulnak. Feleségünk eltűnik, nekünk meg kiesik egy teljes hét az életünkből. Furcsa kéziratokra bukkanunk, mintha a kiesett idő lenne dokumentálva, csak egy bökkenő van. Ezek még nem történtek meg. A játék egy külső nézetes akció, eddig semmi extra, mondhatnád. Az ellenfeleink az érdekesek. Árnyékok jelennek meg. Régen emberek voltak, akik valamiért itt rekedtek és ki akarnak minket nyírni fizikai testük nincs, megszállással tudnak az utunkba állni. Először madarakat, embereket, majd a játék egy emlékezetes pontján egy buldózert küldenek ránk. Egy dologgal tudjuk távol tartani őket, ami nem más, mint a fény. A fegyver arzenál itt nem sörétesből, meg gépfegyverekből áll. Elemlámpákkal és reflektorokkal tudjuk magunkat felvértezni, és ezeknek hatható segítségével tudjuk jobb belátásra bírni az ellenfeleket. Remek thriller játék volt az ellenvék. Aki tudja, még szerezze be. Nem fog csalódni. Az első rész sikerei után nem volt kérdés, hogy a maffia sorozat folytatást fog kapni. 2010-ben meg is érkezett a következő rész. Történetünk főszereplője Vito Scaletta, aki 1925-ben született Szicíliában, és bevándorlóként érkezik Amerikába a szüleivel. Gyerekkorában az apja dokmunkásként dolgozott, itt ismerkedik meg Vito barátjával és védelmezőjével, joe -val. Egy rosszul sikerült balhé után vito elkapja a rendőrség. Pechére nem börtönbe küldik, hanem az olasz anyanyelve miatt a frontra. Innen tér haza egy sérülés miatt. Joe barátunk azonban hamis papírok kiadásával elintézi, hogy drága barátjának a felépülés után ne kelljen visszamennie a háborúba. Csak hogy a bal szerencse üldözi Vítót, az édesapja halála után egy 2000 dolláros tartozást örököl. Innen indul az alvilági pályafutásunk. A történetről nem szeretnék többet mesélni, vannak nagy csavarok az amúgy kicsit suta sztoriban. Én szerettem ezt a játékot a megjelenéskor. Gyűjtögettem a nyuszis magazinokat, kerestem a pénzt, el voltam vele. A sztori linearitása miatt ugyan az újrajátszás nem egy nagy kaland. A hangulat jó volt, a grafika élvezhető volt. Sajnos az első rész magas mércéjét a Mafia 2 nem tudta megugrani. 12 évvel az első rész után végre megjelent minden idők egyik legsikeresebb RTS játékának a folytatása, a Starcraft 2 Wings of Liberty. A készítők elmondták, hogy a három faj három különálló játékként fog megjelenni. Az első felvonás az emberekre, Jim Raynorékra koncentrált. Jim négy évvel a Blood War után a pohárfenekének nézegetésével tengeti minden mindennapjait. A központi hatalom legyőzése után Mengs maga is diktátorrá vált. Kerigemből zerk királynő lett, Renar pedig bosszút esküdött mindenki ellen. Gyakorlatilag a rendszer terroristaként tekint Jimre. Épp egy terven dolgozik a játék elején, megdönti a zsarnok Mengs uralmát. Nagyon vártam már a StarCraft folytatását. Szerettem az első felvonással játszani. Összességében jó játék volt, de én az ergeket vártam már nagyon. Tudjátok, mennyire szeretem a Monkey Island szériát, nem kezdem el a szokásos szövegemet, ami arról szólna, ha mondanám, hogy számomra Guybrush Stripwood az igazi és egyetlen kalóz. A második rész is megkapta a felújított verziót. Az első két rész közül a második az, ami felrakta a nagypályások közé a szériát. Húsz évvel a klasszikus verzió után a poénok még mindig működnek. A fejtődők ugyanolyan szemetek, és a modern konjátékosai játékosai számára is elérhető vált minden idők egyik legjobb kalandjátéka. A játékhoz megjelent magyarosítás, ha kedvet kapnál ehhez a fantasztikus kalandhoz. Ha elakadsz, csatornámon megtalálod a második rész teljes végigjátszását. Kérlek mindenképpen keresd rá és nézd bele, jobb mint a mai sorozatok túlnyomó része. Megtekintése ajánlott minden gamer számára. Nem fogod megbánni, hidd el. Az idei Call of Duty egy új fejezetet indított a játék történelmében. Nem a második világháború és nem is a modern hardstrekre visz minket az új kaland. A Call of Duty Black Ops a hidegháborúba kalauzol minket. Alex Mason történetünk főszereplője. Volt CIA katona, aki a legrázósabb küldetéseket hajtotta végig a hidegháborúban. A sztori elején fogságban vagyunk, és valakik éppen kihallgatnak minket, csak épp főhősünk sem emlékszik semmire. Nem fut három külön szál egymás mellett, itt Mézen emlékeiből áll össze a kampány. Lesz azért némi csavar a történetben, de nem akarok spoilerezni. A multiplayer is élvezetes, mint mindig. Az új játékmódokat is nagyon bírtam, One in the Chamber, Gun Game vagy a Sharpshooter-t. Nekem a mai napig a Black Ops széria a kedvencem az összes kód közül. Remélem nem sokára jön a harmadik rész. Klasszikus értelemben vett kalandjátékok sajnos már nem jelennek meg, nagyítóval kell keresni a jobb alkotásokat. A Quantic Dream megreformálta a műfajt. A Fahrenheit után egy PlayStation 3 exkluzív játékkal örvendeztette meg a műfaj rajongóit. Ez volt a Heavy Rain. Az egyik főszereplőnk Eden Mars. Boldog, idilli családi életet él. Tudjátok, szép nagy ház, kutya, gyerek, feleség. A játék elején megtanuljuk az irányítást, ami ebben az időben furcsa volt, de elsajátítható. A fejlesztők azért döntöttek az újfajta kezelés mellett, mert nem akarták, hogy a játékos figyelmét elvonják a történetről. A kezdetek után négy karakter története bontakozik ki előttünk. Itt a bevezetőben megismert karakterünk. Nem tudja feldolgozni gyermeke elvesztésének tragédiáját, és furcsa ájulásokkal küszködik. Scott Shelby az alkohol problémákkal küzdő magánnyomozó, akinek tapasztalata felbecsülhetetlen. Egy high gurú az FBI-tól, akinek drog problémái vannak. Ő Norman Jaden. Valamint, de nem utolsó sorban az álmatlansággal küzdő Madison Page. Őket egyetlen szák köti össze az origami gyilkos, aki rettegésben tartja a várost. Áldozatai fiatal srácok, akiket meggyilkol. A hátrahagyott holtestek vizsgálata után mindig ugyanaz derül ki, esővízben fulladtak meg. A játékos és a karakterek célja, hogy Ethan második gyermekét élve megtalálják és felfedjék az origami gyilkos kilétét. Egy nagyon megrázó és komor történet bontakozik ki a játék végére. Kezdjünk el egy végigjátszást ebből a játékból? Elég hozzászólás születik, ígérem megcsinálom. Én nagyon adnám. Köszönöm, hogy időt szántál a videómra, megtisztelő. Hogyha tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és mindenképp válaszolt meg az egyik videó alatt feltett kérdésemet, amire az a válasz, hogy csepeleg az eső. Köszönöm, hogy velem voltatok, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!